torony és kilátó, fejlesztették a nyírbogáti görög katolikus templomot. Ételek, italok, gasztronómiával is lehet erősíteni az identitást Máté Szalkán. Liftben ragadt emberiség, spirituális kiállítás nyílt a megyei könyvtárban. Nem csak templomtorony, kilátó is egyben a nyírbogáti görög katolikus templom új tornya. A háromszintes épület részt ünnepélyes keretek között adták át a városban. A fejlesztésre a terület és település fejlesztési operatív programból nyert számogatást az önkormányzat. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Nyírbogáton is áthalad Közép-Európa legnagyobb zarándokútja. A torony építése a zarándok turizmus fejlesztéséhez is hozzájárul. A torony építése mellett a top turisztikai pályázatból egy a bogáti forgatakhoz kapcsolódó kiszolgáló teret is kialakítottak. Több százan gyűltek össze Nyírbogáton a görögkatolikus templom most épült tornyának átadására. Az ünnepélyes szalagátvágást követően az új épületrészt Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök szentelte meg. Megáldatik és megszenteltetik ez a megújult templom és az új templomtorony, a Szentlélek kegyelmes a szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Az egész nyírség belátható a háromszintes torony tetejéről, az épület részt így kilátóként is használhatják majd az ideérkezők. A településen nem csak a görögkatolikus egyház közösségnek, hanem a település egész közösségének régi vágya volt, hogy a görögkatolikus templom elé kerülhessen egy olyan torony, ami elhelyezésre kerülhet a harang. A helyi közösség saját forrásból ezt sajnos nem tudta megvalósítani, így nagyon nagy segítségünk volt, amikor a megyei turisztikai programhoz csatlakozhattunk. Köszönet a magyar kormánynak, Sesták Oszkár vármegyei közgyűlés elnökének a lehetőséget, amelynek keretében egy közel 70 millió forintos, mára 70 millió forinttá fejlődött keretből építhettünk egy kilátóul is funkcionáló létesítményt, ami egyben templomtoronyként is szolgál. Nyírbogáton is áthalad Közép-Európa legnagyobb zarándokútja. A torony építése a zarándok turizmus fejlesztéséhez is hozzájárul. Nyírbogáton keresztül megy a Mária út. Mária Pócs itt van 11 néhány kilométerre, és fontos mindannyiunk számára, hogy a Mária úton zarándoklók be tudjanak térni, és még mielőtt egy nagy lélegzetet vesznek, és eljutnak Mária Pócsra 11 néhány kilométerre, megpihenjenek egy kicsit, és a nyírségben körbenézzenek. Az átadáson és a liturgián a vármegyei közgyűlés elnöke is részt vett. Egy templom nem csak egy egyszerű épület, hanem egy jel, egy olyan jel, amelyre figyelnek a településen, a messzebbről jövők, irányt mutat, illetve ki is látni a tornyából. Ezért fontos ez a beruházás, mert eddig csonka volt ez az épület, csonka volt ez a templom torony nélkül. Valószínű, hogy nem volt a helyi közösségnek pénze akkor, amikor a templomot építették, hogy tornyot is építsenek mellé. Most ezt a fájó hiányosságot sikerült pótolni egy turisztikai pályázatnak a segítségével, amely figyelmeztető ezentúl az ide látogatóknak, illetve kilátóként is szolgálhat a templomtornyot meglátogatóknak. A torony építése mellett a top turisztikai pályázatából egy a bogáti forgatakhoz kapcsolódó kiszolgáló teret is kialakítottak. A német nemzetiségi identitás erősítését tűzték ki a Máté Szalkai Széchenyi István általános iskolában. Ennek érdekében alakítottak ki nyelvi labort, csoportszobát és vábligetet az intézményben. A beruházáshoz 30 millió forint támogatást nyert az iskola. Svábligetben sétálva ismerkedhetnek meg a szatmári svábok életével, kultúrájával az idelátogatók és a diákok. A projekt második eleme egy nyelvi labor, a harmadik pedig egy német csoportszoba kialakítása volt. Az iskolában 2005 óta zajlik két nyelvű német nemzetiségi oktatás. A mai projekt egy intézményfejlesztésről szól.
Mi ezt az összeget, amely 30 millió forint, a német nemzetiségi oktatás fejlesztésére használjuk. Létrehoztunk egy Schwab-ligetet a kültéren, ahol bemutatjuk a szatmári svábok életét, kultúráját, gasztronómiáját, öltözködését, építészetét. Ugyanez megvan egy belső közösségi térben, és megvannak rólapokon, hogy a pedagógusok be tudják vinni a hon és népismeret órákra. A projekt második eleme egy nagyon modern nyelvi labornak a kialakítása, hiszen évek óta hát olyan 8-10-12 nyelvvizsgás tanulunk ballag, és megy el középiskolába. A harmadik eleme pedig a német csoportszobáknak a fejlesztése, mert a nemzetiségi nyelvet csoportbontásban tanítjuk. A 300 éves együttélés közös pontjait is felvonultatva készültek szemléltetőanyagok Marinka Melinda segítségével. Amikor a szatmári sváb viseletről beszélünk, akkor nagyon nehéz megfogni azt, hogy mi ebben a sváb, vagy miben különbözik ez, hogyha különbséget kell tennünk, bár azt gondolom, hogy nem muszáj mindenáron különbséget tenni, hiszen egy 300 éves együttélésről beszélünk, amelyben nagyon sokszor azt lehet látni, hogy a magyarsággal való együttélés hasonló jelenségek alakultak ki. És ez a viselet, amit itt lehet látni, az alap ötletként a mezőpetri iskolás gyerekeknek a viseletéből készített rekonstrukció a 19. század végéről, tehát hozza azt a falusi iskolai milliót, amely egy sváb településen létezett. Ugyanakkor azt is mutatja, hogy hogyan is nézhet ki annak idején színvilágában, kialakításában ez a viselet. És hogyha már a színeknél tartunk, akkor meg kell említeni, hogy sokkal inkább a mélyebb tónusokat használták a svábok, bordót, zöldet, kéket, ami sokkal inkább őrájuk volt jellemző, és ami még érdekes, hogy kevesebb díszítettséget használtak, mint amelyet alapvetően a magyar szatmári viseletben ismerünk. Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, hogy a korábban kissé magára hagyott országrész az utóbbi években óriási fejlődésen ment keresztül. Nem csak iskolák szépültek meg és óvodák épülnek, de lehetőség van a hagyományok ápolására is. Sokáig azt kell mondanom, hogy a főváros túl távol tartotta Máté Szalkát és ezt a egyébként nagyszerű vidéket és szorgos embereket, akik itt élnek, azokkal nem foglalkozott. És azt kell mondani, hogy az elmúlt egy évtizedben itt Máté Szalkán is és a környező településeken is a hatalmas nagy változás történt. Ha csak ezt az iskolát nézzük, hogy mennyire hogy megszépült, óvoda épült a katolikus iskola mellé, és most pedig egy ilyen hagyomány bemutató, hagyomány őrző és a közösséget erősítő kiállítás is, illetve termek is megszülettek, amelyre óriási nagy szükség volt. Miért is? A svábokkal, németekkel a történelem nagyon csúnyán bánt el. Szörnyű azt kimondani, hogy tulajdonképpen a második világháború német birodalmi pusztításai miatt ők feleltek itt Magyarországon, és a kommunista diktatúra őket üldözte szinte legjobban, sajnos az egyházakkal és más közösségekkel szinte párhuzamosan, de vérveszteséget nagyon nagyot szenvedtek, főleg a szatmári svábok. Zajta, Terem, Mérk és Vállaj, mint szatmári sváb települések, közös összefogással igyekeznek ápolni a sváb hagyományokat. Gazdasági, háborús és szuverenitási kérdésekről dönthetnek azok, akik kitöltik a legújabb nemzeti konzultációs kérdőívet, mondta a Fehérgyarmaton Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára. A politikus szerint veszélyben vannak a magyarok életét támogató kormányzati intézkedések, ezért hasznos, ha minél több vélemény összegyűlik a kérdőíveken keresztül.
A magyar kormány az állampolgárok érdekében hozott néhány döntést, például rezsicsökkentés. Ugye havonta 181 ezer forintot ad a minden háztartásnak, ennyivel támogatja a magyar kormány a magyar emberek rezsiköltségét, ennyivel kevesebb, ahogy tetszik a rezsi minden magyarnak. Vagy akkor gondoljuk a kamatstopra, ez is 300 az állampolgárt érint, és több mint 30 ezer vállalkozást, és hát a Brüsszel ezeket meg akarja szüntetni. Mi azt mondjuk, hogy ezeket fönn szeretnénk tartani, mert ez a magyar emberek érdekét szolgálja. Vannak olyan kérdések, amelyek a háborúra vonatkoznak, Ukrajna vonatkozásában. Mit gondolnak a magyar emberek arról, hogy küldjünk-e még pénzt Ukrajnába, küldjünk-e fegyvert Ukrajnába? Békét szeretnének, vagy háborút szeretnének? És van olyan általános kérdés, ami a szuverenitásról szól, arról szól, hogy a választások során ugye láthattuk, hogy külföldről próbálták befolyásolni a választásokat, és mi azt mondjuk, hogy ez nem helyén való, ez törvénytelen, szeretnénk erről jogszabályt hozni, hogy többet ilyen ne forduljon elő, és ne külföldiek döntsék el, hogy mi történik Magyarországon. Helyi ételek elkészítésével és elfogyasztásával is lehet erősíteni a vármegyei identitást, ez az ötlet volt az alapja Cservenyák László előadásának Máté Szalkán. A Szatmári Múzeum igazgatója a Déri Miksa szakközépiskola és technikum szakács tanulóinak mesélt a gasztrokulturális élményekről. Az előző hétvégén a Nyírség egyik városában, Balkányban főttek és sültek a disznótoros ételek Szent András nap alkalmából. A disznóvágásnak vármegyeszerte nagy hagyománya van, vannak azonban olyan térségek, amelyek külön gasztronómiai ismertetővel rendelkeznek. Újfehértóról például a Meggy, Nagydobosról a sütőtök jut az ember eszébe. A vármegye és különösen a Szatmári térség gasztrokultúrájáról most a Máté Szalkai Déri Miksa szakközépiskola és technikum szakács növendékeinek tartottak előadást. Az eseményt a vármegyei önkormányzat itthon együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben pályázat keretében valósították meg. Azért, hogyha szatmári ételekről beszélünk, annak is megvan a különleges jelentősége, és vannak olyan különleges ételek, amelyek csak itt a szatmári vagy akár a beregi vidékre jellemzőek. Ezek az ételek, maga a gasztronómia, az meghatározta a falusi embernek, a szatmári beregi embernek az életét, sokkal többet jelentett egy-egy étel, mint csak maga a táplálék, hozzákötődött az ünnepekhez, hozzákötődött a hétköznapokhoz, és minden egyes évszaknak megvolt az a sajátos étele, és megvolt az a sajátos terménye, amelyet használtak, és természetesen ezeknek jelentősége is volt. Nem csak táplálkozási célokat szolgáltak, hanem valóban a közösséget jellemezték, és a közösséget is összetartották valamilyen szinten. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye gasztrokulturális történelméről és különlegességeiről Cservenyák László, a Szatmári Múzeum igazgatója tartott előadást a diákoknak. Minden település igyekszik leginkább a gasztronómiai értékeire építeni manapság a különböző rendezvényeit, falunapjait. Gondoljunk csak a Sütőtök Fesztiválra, a Mirotai Dió Fesztiválra, a Penyegei Szenke Fesztiválra, vagy a Lapcsánka Fesztivál, vagy a Mérki, vagy Vállai Sturdi Fesztiválra. Tehát mind-mind valamilyen közösség, valamilyen ételre, gasztronómiai értékre igyekszik a falunapját, vagy a közösségi életét felépíteni. Ezért nagyon fontos ez a mai alkalom is itt a Déri Miksa iskolában, hogy a gyerekek, akik egy kis tájból érkeznek, leginkább Szatmárból, Berekből van a vonzás körzete az iskolának, más-más faluból érkeztek, más-más etnikai összetételű faluból, és nagyon fontos, hogy megismerik, hogy értékeik azokat az ételeket, amelyeket az édesanyja készít, vagy a nagyomája készített számukra, és hogyan hagyományozódik, hiszen ugyanazt az ízt érzi 50 évvel ezelőtt is az édesapja, vagy amit a nagymama, és 50 évvel az unoka is ugyanezt az ízt, mert ebben ülnek fel. Tehát amit említettem, hogy a legtovább az ételeken keresztül őrzik meg a hagyományaikat a közösségek. Az eseményen elhangzott a térség gazdag gasztronómiai értékeit és hagyományait azért is kell népszerűsíteni a fiatalok körében, mert ezáltal tovább lehet erősíteni a vármegye turisztikai vonzerejét. Spirituális kiállításra invitálja az Átutazók Művészeti Egyesület a látogatókat a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárba. A Liftbe ragadt emberiség című tárlat a közösség 14 képzőművészének alkotásait mutatja be. A kiállítás január 10-ig megtekinthető. Spirituális kiállításra várja az Átutazók Művészeti Egyesület a látogatókat a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermébe. A tárlaton 14 alkotó munkáiban mélyedhetnek el a nézők. Kiállítás címe a Liftbe ragadt emberiség. Szerintem ez önmagáért beszél ez a képcím. Tehát az, amit hozzá lehetne tenni, az annyi, hogy
Az emberiségnek erős morális problémái vannak most itt így globálisan nézve, és így mi nem vagyunk forradalmárok, mi nem hepciáskodni akarunk, nem ítélkezni akarunk, vagy bármi ilyesmi, hanem csak a magunk kivezető útjait akarjuk megmutatni. A tárlaton számos képzőművészeti stílus és technika látható. Éppen ennek a sokféleségnek a bemutatása a célja az Átutazók Művészeti Egyesület közösségének. 14 kiállító van, és ugye mindjárt az átutazókhoz tartoznak. Nagyon sokféle, sokszínű, tehát, és ezt szeretjük is, hogy a sokszínűség megvan, és hogy benne van az, hogy van olyan, aki már 30 éve állít ki, valaki most először, tehát hogy mi nem csinálunk ilyen szelektálást, hanem pontosan ez a sokszínűség az ezt mutatja meg, ami pont a megoldás, hogy a sokféleségből lehet tanulni a legtöbbet. És itt van abszakép, fotó, figurális festészet, akvarel, tehát minden, tehát lényegében majdnem mindenféle ágazata megvan a festészetnek. A Lift beragadt emberiség című kiállítás január 10-éig tekinthető meg a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermében. Nyíregyházán tartott lakossági fórumot Donát Anna, a Momentum Európa parlamenti képviselője. Az ellenzéki politikus az ország jövőjéről, az Európai Unióval való kapcsolatról, az infláció mértékéről, valamint oktatási ügyekről tartott előadást a hallgatóságnak a Váci Mihály Kulturális Központban. Donát Anna az eseményen arról beszélt, változásra van szükség Nyíregyházán is, erre pedig jó alkalmat kínál a jövő évi önkormányzati választás. El kell hinni az embereknek, hogy rajtuk múlik a változás, tehát hogy nem felülről, nem kívülről, nem egy-egy politikustól, nem a politikai messiástól kell várni, hanem az embereknek a kezükbe kell venni végre a sorsukat. És nagyon sokszor ugyebár a konklúzió mindig az, hogy ahol van összetartó, egymásban megbízó közösséghelyben, abból rengeteg nagyon jót tud kinőni. Ez is a tétje például az önkormányzati választásoknak, hogy helyek képesek összeszerveződni, és tenni azért, hogy Nyíregyháza méltán híres legyen újra ahhoz a nevéhez, hogy itt jó élni, ahonnan a fiataloknak nem elmennek, hanem visszajönnek ide, hiszen biztos, hogy most sokat fogunk erről beszélni, minden nyíregyházi ismerősöm alapvetően egyik legfőbb problémának ezt teszi, hogy a fiatalok elmennek, hiszen sokat tehet maga a közösség azért is, hogy a fiatalok visszajöjjenek, vagy itt maradjanak helyben. Hazai győzelem született a férfi kézilabda MB2 D csoportjának vármegyei rangadóján, a Nyírbátor a Kisvárda csapatát fogadta, és 10 hetes félidő után 27-20-ra verte ellenfelét. A tabella 5. helyén álló Nyírbátor szombaton a 2. Hajdúböszörményt fogadja. A mérkőzés első harmadában ragaszkodtak egymáshoz a csapatok, 20 percig felváltva estek a találatok. 7 hét után a szünetig azonban már csak hazai gólok születtek, így 10 hetes állásnál vonultak pihenőre a csapatok. Fordulás után kiegyenlített a Kisvárda, de ezzel el is lőtték puskaporukat a vendégek, a folytatásban 5 góllal ellépett a Bátor. A Várda egyszer 3 gólra megközelítette a házigazdát, de a hajrá a Nyírbátoré volt, így Varga Lászlóik megszerezték 4. bajnoki győzelmüket. Egész héten én is, meg egy pár csapattársam betegségekkel szenvedtünk, úgy kapartuk magunkat össze erre a szombati napra, hát is nagyon sikerült. Nyilván mi készültünk erre a átlő nélküli játékra, dugdossák a beállósnak, egyegyeznek inkább, mert nincs tipikus átlövőjük a Kisvárdának. 15 percig én úgy gondolom, hogy igen, ezt nem tudtuk semlegesíteni, de 15 perc után szerintem úgy a védekezés, úgy a támadás rendben volt. Második fél időben sajnos volt egy holtpontunk, ott nyilván a cserepad kicsit rövidebb a mi padunk, általában mindig így járunk, ott volt egy holtpontunk, ott 11-11-re feljöttek, de aztán rendeztük a fejünkbe a dolgokat, és végül is így egy szép 7 gólos arányjal tudtunk nyerni. Weibli Zoltán Falcsik Miklós betegsége miatt december végéig vállalt el a csapat irányítását. A szakember szerint a játékosokat is megviselte az, hogy átmenetileg elveszítették korábbi edzőjüket. Ez aztán látszódott, hiszen a legelső mérkőzésünkön álló kézilabdát játszva egy magabiztos győzelmet aratott ellenünk a Hajdunánás. Aztán úgy gondolom, hogy a Szobosztó listavezető ellen már sikerült valamennyire fölállni, hiszen ezek a gyerekek ezek alkalmasak az MB2-re, sőt,
Azt mondom, hogy még egy-két játékos akár magasabb szinten is el tudna játszani, de itt a lényeg az, hogy próbálunk belőle fölállni, van még hátra két mérkőzésünk, és ugye annyira sűrű a mezőny, illetve a pont is annyira kevés az első és az utolsó helyzet között, talán van négy pont, így bármi lehet a vége, úgyhogy itt minden pont nagyon fontos, nagyon fog számítani nekik, és főleg úgy, hogy ugye a tavaszi idényben már úgy induljanak meg, hogy azért csak jó helyről, vagy előkelőbb helyről várják a folytatást a fiúk. A forduló további eredményei a következők: Hajdúnánás Hajdúszoboszló 28-29, Tiszavasvári Hajdúböszörmény 28-30 és Deac 2 Balmazújváros 28-27. A D csoport tabelláját a 12 pontos Hajdúszoboszló vezeti, megelőzve a 11 pontos Hajdúböszörményt. A 9 pontos Nyírbátor szombaton a Hajdúböszörményt fogadja. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Nem csak templomtorony, kilátó is egyben a nyírbogáti görög katolikus templom új tornya. A háromszintes épületrészt ünnepélyes keretek között adták át a városban. A fejlesztésre a terület és település fejlesztési operatív programból nyert támogatást az önkormányzat. A top turisztikai pályázatából egy a bogáti forgatakhoz kapcsolódó kiszolgáló teret is kialakítottak. Helyi ételek elkészítésével és elfogyasztásával is lehet erősíteni a vármegyei identitást, ez az ötlet volt az alapja Cservenyák László előadásának Máté Szalkán. A Szatmári Múzeum igazgatója a Déri Miksa szakközépiskola és technikum szakács tanulóinak mesélt a gasztrokulturális élményekről. Spirituális kiállításra invitálja az Átutazók Művészeti Egyesület a látogatókat a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárba. A Lisztbe ragadt emberiség című tárlat a közösség 14 képzőművészének alkotásait mutatja be. A kiállítás január 10-ig megtekinthető. November 29-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, csütörtök este ismét jelentkezünk majd a Vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Szerdán éjszaka többnyire derült égre lehet számítani a vármegyében, ennek hatására jelentősen lehűl a levegő, mínusz 2, mínusz 5 fok várható. Csütörtökön napközben erősen felhősborult lesz az ég, az előrejelzések szerint akár havazhat is. A hőmérséklet mínusz 2, plusz 5 fok között alakul. A hét további részében marad a hűvös, csapadékos időjárás, a hétvégén újabb havazásra lehet számítani.